Tételkapitány urat keresik a fehér ingyen telefonon. Tételkapitány, fehér ingyen telefon. Nem ez a fehér. Tételkapitány. A Mayo klinikáról keresik. Jó. Tételkapitány urat a fehér ingyen telefonhoz. Ott vagyok. Köszönöm. Viszlát, Bill! Viszlát, Bell! Szeretlek! 9-es az 1-9-es kifutóra. Viszlát, drágám! Csináltass egy fotót, ahogy odaérsz, és küldd el! Addig itt van ez! Az órát! Ne! Azt ne add ide! Szükséged lehet rá! Hát, úgy se jár! Bill! Szeretlek, Bell! Bill! Folyton magam át fogom mondani! Bill! Magadra vigyázz! Vigyázz! Parancsol olvasni valót? Valami könnyűt, ha van. Talán ez a röplap, hogy milyen anyagból varjunk ejtőernyőt. Jó lesz, köszönöm. Joy, láttál-e már fűben Newsit? Elnézést, nővér. Tessék. Egy kislány van a gépen, egy beteg kislány, és... Ó, igen, tudok róla, szegényke. Kölcsön adná a gitárját, hát ha sikerül felvidítani. Ó, szívesen. Köszönöm. Elnézést, hogy felkeltettem. Orvost keresek, de nem kell megijedni. Kisasszony, azt hiszem ez az úr itt mellettem orvos. Uram, ne haragudjon, hogy felkeltettem. Ön orvos? Igen. Két utasunk nagyon rosszul van. Megnézni őket? Hogyne, természetesen. Kapitány úr, mikor száll le? Nem mondhatom meg. Nyugodtan, orvos vagyok. Nem tudom megmondani. Satszolni tud? Hát, talán 2 óra múlva. Csak 2 óra múlva tud satszolni? Dehogy, leszállni tudok 2 óra múlva. Sűrűköd van a hegyeken innen, el kell jutnunk Chicagóig. De addig is nem tudja, mit vacsorázott a férje. Mind a ketten halat ettünk. Miért? Semmi ok az aggodalomra. Jön a doktor úr nagyon gyorsan. Rendben van. Most már tudjuk, mit várhatunk. Minden utas, aki halat vacsorázott, 1/2 órán belül nagyon rosszul lesz. Súlyos ez, doktor úr? Rendkívül súlyos. Enyhe lázzal kezdődik, és torokkiszáradással. A vírus behatol a vörösvérsejtekbe, a beteg szédülni kezd, kiütéseket kap, viszket. A méreg ezután már a központi idegrendszerre hat, izomgörcsöket okoz, és heves nyáladzást. Majd felmondja a szolgálatot az emésztőrendszer, visszatarthatatlan flatulálással, míg a nyomorult olyan nem lesz, mint egy adag rezgő kocsonya. Hölgyeim és uraim, itt a stewardessük beszél. Elnézést az esetleges kényelmetlenségért, amit a heves gépmozgás okozott az utunkba kerülő légzsákok következtében. Ilyettségre azonban semmi ok, reméljük továbbra is kellemes lesz az útjuk. Nincs önök közt véletlenül valaki, aki tud repülőt vezetni? Május egy, jelentkezz! Ez meg mi a fene? Tudja, az orosz új év. Felvonulás, jókedv, nyílt limustárral. Nem bírom, elég volt. Ki akarok szállni? Kiszállok! Valam, össze magát! Hagyja, majd én megnyugtam. Ki akarok szállni? Nyugalom, menjen vissza a helyére. Majd én megnyugtatom. Nyugalom, szedje össze magát! Doktor úr, telefonhoz kérem. Nyugodj! Szedje össze magát! Ki akarok szállni? Ki akarok szállni? Engedje meg, uram, hogy... Adakoztes... Jézus szolgáinak...
Jehova tanúinak! A buddhistáknak! Az árváknak! Köldögnéző szeptájának! Gyere, mi gyűjtök! Önkiszolgáló podgyász kiadás. Készítsék elő a podgyász jegyüket, hogy távozások a felmondhatósága. Rendben, kikapcsolom a robotpilótát. A katonai gépeken egészen más a vezérlés. Ez így van rendjén. Állítani valakit a rádióhoz, hogy te csak a repülésre figyelj. Igen, ez Stuart ezt. Helyes. Üljön le a másodpilóta helyére. Azt mondják, ülj be a másod helyére. Mi történik itt? Jogunk van tudni az igazat. Mindenről tájékoztatjuk önöket. Most az a fontos, hogy megőrizzék a nyugalmukat. Semmi ok a pánikra. Az igaz, hogy az egyik pilóta megbetegedett, de csak enyhén. A másik kettő jól van, ellenőrzi a gép és a lelke minden rezdülését, hogy majdan tisztán léphessen az úr színe elé. Jól van, Ted. Jó fej vagy. Jó, hogy nem tudja, hogy utálom, mint a szart. Jó, hogy nem tudja, hogy utálja magát, mint a szart. Halló? Mrs. Tétel? Itt Mrs. Tétel. Itt Ed Macias a reptérről. Kis zűr van a férje járatával. Még nem tudjuk, mennyire komoly a baj, de a főnök úgy gondolja, ön biztosan itt akar izdulni. Úgy van, már is megyek. A reptérre kell mennem. Hátul menj ki, és dobd be a kulcsot. A frigóban találsz zabot. Chicago, kezd kitörni a pánik. Hadd szálljak le. Még nem lehet. Pár pillanat és radaron leszel. Már 10 perce rajta kéne lennie. Nézd meg a radart, megvan. Még 2 perc kell neki, főnök. Még 2 perc. Akkor nagyon elkeveredt. Ugyan, csak odafigyelnek. Nehéz szülés lesz. Egy most érkezett jelentés szerint a gép Chicagóhoz közeledik. Shreya, nőzno jikkandes, udahatszolgatsz tajmas, head striker. Végül is ők akartak repülni. Tudták, kérem, hogy mire vállalkoznak. Úgy kell nekik, zuhanjanak le. Randy, mi baj? Doktor úr, még kérdi. Félek, őrületesen félek. 26 éves vagyok, és még férjem se volt. Rendben jön minden. Meglátja, hogy így lesz. Doktor úr, nem tudja, mikor szállunk le. Hamarosan. Hogy van? Őrületesen félek. De legalább volt egy pár férjem. McCroskey kapitány, ez Roberts kapitány, Kramer kapitány, ez Colossimo kapitány, Hinsa kapitány, ez Gates kapitány, Hinsa kapitány, ez Roberts kapitány. Colossimo, te kezeled a relét. Roberts, ellenőrizd a forgalmat odafenn. Ne dugd az ujjadat a füledbe. Ki tudja, hol jártál vele. A mentőosztagnak 9-es leszállósáv. Reptéri kocsik 1-es, 2-es pozíció. Civil kocsik 3-as állás. Légielő 4-es, 5-ös. Minden mentőautó a 3-asra. Air Israel, hagyja el a leszálló pályán. Viszontlátásra. Minden jót. És köszönjük, hogy velünk repültek. Viszontlátásra. További minden jót.
Köszönöm.